Apokaliptikus vihar csapott le Ausztrália harmadik legnagyobb városára, Brisbane-re. A jégeső lakóházakat és gépkocsikat rongált meg. Az orkán erejű szél fákat csavart ki tövestől, háztetőket sodort le. A szupervihar fákat csavart ki tövestől, lakóházakat rongált meg, több háztetőt lesodort az ausztráliai Brisbane-ben. A 140 km/órás széllökések jégesővel együtt pusztítottak. Ezeken az amatőr felvételeken is jól látszik, hogy golflabda nagyságú jégdarabok estek. Emberek sérültek meg, és több ezer autó megrongálódott. Elsősorban a szélvédők törtek be. Fél óra leforgása alatt annyi eső esett le, mint máskor egy hónapban. A víz utcákat, bevásárlóközpontokat árasztott el. A 2 milliós város járhatatlan lett. A semmiből jött a hatalmas jégvihar. Nagyon nehéz az ilyen furcsaságokra felkészülni. A csapásnak elsősorban az emberek látták kárát. Felszólítom a biztosítókat, hogy intézkedjenek gyorsan, és legyenek együttérzőek, mondta Queensland állam helyreállítási minisztere. A vihar miatt pénteken tanítási szünet volt az iskolákban, Brisbane-ben és környékén. Több mint 80 ezer háztartás maradt áram nélkül. A segélyszolgálatok 1000-nél is több telefonhívást kaptak.